Időközi választás lesz Pécs egyik választókörében, így döntött a kúria. A város 15-ös körzetében darabra egyenlő számú szavazatot kapott egy ellenzéki és egy kormánypárti jelölt. Ez utóbbi óvta meg az eredményt és kért újra számlálást. Így került a kúria elé az ügy, ahol úgy döntöttek, egy teljesen új eljárást kell lefolytatni. Pécs 15-ös választó körzetében alakult ki holtversenye a legtöbb szavazatot kapott képviselők között. A kormánypárti jelölt ezért újra számolást kért, aminek a végére a kúria tett pontot. Ebben a körzetben meg kell ismételni az önkormányzati választást. A kormánypárti jelöltet nem értük el, az őt indító Fidesz szerint jó döntés született. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a bírósági döntést, és arra készülünk, hogy ősz folyamán, kora ősszel sor kerül egy új választása, és azon reményeink szerint, amire minden alapunk megvan, hogy bizakodók legyünk, a mi jelöltünk fog győzedelmeskedni az időközi választáson. Az ellenzék korábbi összefogása szétesett Pécsen, ennek ellenére a megmaradt koalíció jelöltje is bizakodó. Hát mindenképpen. Számok alapján igen. Hogyha sikerül ezt a választást megnyernünk, akkor elvégezem, nekünk lesz 10 képviselőnk. Jól számoltam. Pécsen az ellenzék jelöltje maradt a polgármester, de a helyzet attól is érdekes, hogy a képviselő testületben nem sikerült megszerezniük a többséget Péterfi Attiláéknak, ezért is lehet fontos minden mandátum. A Fidesz két helyjel vezet. Ha most egy új választás van, és az ellenzék összekapja magát és nyer, akkor már csak egy az előnye a Fidesznek, és akkor már lehet játszani, mert van 4 kisebb szervezet még, akik bekerült az önkormányzatba. Az időközi választás időpontját egyelőre nem határozta meg a választási bizottság, de az biztos, hogy egy teljesen új szavazás lesz, így azon bárki indulhat, aki össze tudja gyűjteni a szükséges mennyiségű ajánlást.